Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható május hónapban? Ezt megnézzük ennél a kivetésnél. Ez egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a havi jóslást. Mi várható május hónapban? A díjam 4000 forint. Májusban fontos döntéseket fogsz hozni. Lesznek változások, lesz egy új irány, talán lesz egy új kezdet is. Azon kívül lesznek fontos találkozások. Lesz egy jó hír, vagy egy előnyös szerződés. Szerencséd lesz a párkapcsolat területén. Megjelensz a nyilvánosságon, mások észrevesznek téged, és megkapod az elismerést. Ha te egy hölgy vagy, májusban még kicsit zárkózott, visszahúzódó vagy. Ahol még szerencse él, az a munka és a hivatás. Ez lehet egy munkahelyi változás, vagy munkahelyi szerződések. Egy hölgy meglátogat téged. Ez lehet egy barátnő, lehet egy kolléganő, lehet valaki a családból is. Lesz mozgás. Előre mennek az események. Ez a mozgás lehet minden, ami mozog, sport, autó, kirándulás vagy változások. A családon belül lesznek fontos beszélgetések. Az is lehet, hogy van egy ingatlan, amit szeretnél eladni, akkor itt már lehetnek szerződések. A lelki társad gondol rád. Megvannak az álmok, megvannak a vágyak, megvannak az elképzelések. Valami úgy történik majd, ami olyan hirtelen jön, amikor nem számítasz rá. Ezek lesznek a változások, az újdonságok. A téli hónap nem volt könnyű, illetve a téli hónapok. Volt valami annak idején, ami átláthatatlannak tűnt, és voltak nehézségek, problémák az anyagiak terén, voltak kiadások. De ez most elmúlik, hiszen az egerek tudnak segíteni, ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Az egerek eltávolítják a problémákat, mindazt, ami átláthatatlannak tűnt, sőt, eltávolítják a fájdalmas emlékeket is. Ami az anyagiakat illeti májusban javul a helyzet, pénz érkezik hozzád. Lesznek barátságok, nyitott beszélgetések, sőt, van lehetőség most arra, hogy legyen egy továbbképzés, hogy tanulj valamit. Ez a férfi a múltban kicsit zárkózott volt, de változik a helyzet, és májusban nyitottabb lesz veled. Ami a fájdalmakat illeti, vagy azt, hogy valaki megbántott téged a múltban, ez a személy megbánta, sőt, az is lehet, hogy visszatér hozzád, bocsánatot akar kérni tőled. Lesznek szép kapcsolatok, vagy egy meghívás, egy ajándék, ami az utazást, vagy a külföldi kapcsolatokat illet, ott még a mélybe kell tekinteni, lehet, hogy még nem a megfelelő időpont arra, hogy elutaz, itt vannak még korlátozások, vagy nehézségek. Az is lehet, hogy valaki meg akar látogatni téged külföldről, de itt még vannak problémák, tehát ez a látogatás elhúzódik. Lesznek olyan pillanatok, amikor úgy érzed,
hogy benne vagy ebben a toronyban. Ez olyan, mint egy labirintus, és keresel egy kiútat, keresel egy megoldást. Ez sikerülni fog, megvan hozzá az élet erőd. A torony, meg ez a fa együtt, az lehet kórház is. Itt vizsgálatok lesznek, lehet, hogy nem nálad, hanem valakinél a családban, vagy az ismerősöknél, de javul a helyzet, hiszen a medve jelenti az élet erőt. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét május hónapban felül látható. Itt lesznek fontos találkozások, itt lesznek fontos döntések, hiszen elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. Ezek a döntések, találkozások szerencsét hoznak. Egy jó hír vagy egy szerződés útban van hozzád. Ez is szerencsét fog hozni. Sőt, a szerelmi élet területén szintén megjelenik a szerencse. Megjelensz a nyilvánosságon, holott kicsit visszahúzódó vagy, vagy titokzatos, de azért mások észrevesznek téged, megkapod az elismerést. Vannak esélyek most arra, hogy valamit változtass a munkahelyeden, vagy legyen egy új kezdet, egy más munkahely, az esélyek megvannak, lesznek jó ajánlatok. Második hét, május hónapban, az a második sorban látható. A kígyó az lehet egy nő, és az a nő útban van hozzád. De a kígyó jelentheti a változásokat, a megújulásokat is, vagy a gyógyító erőt. És itt látható a mozgás, előre mennek a dolgok, lesznek fontos beszélgetések a családon belül, vagy az otthonodat illetően. Esetleg a ház lehet egy ingatlan bérlete, vagy eladása, vagy vétele, és akkor itt most lesznek majd kapcsolatok. A lelki társad gondol rád. Ott van előtte a hold, jelenti az álmot, az álmodozásokat. Mögötte a kasza jelentheti azt, hogy ő lezár valamit az életében, vagy lesz egy meglepetés, ami a hirtelen jön, amikor nem is számítasz rá, és a gyermek utalhat egy új kezdetre, egy új irányra, a gólya jelenti a változásokat, vagy a fiatalos kisugárzást jelentheti még a gyermek. Ha a képeket így összefűzöm, a hold, ami szimbolizálja az anyai érzelmeket, aztán a gyermek és a gólya, így együtt, az lehet egy kisbabának a születése is, vagy nálad, vagy valakinél a környezetben, vagy a családban. Harmadik hét, május hónapban a harmadik sorban van. A hegy jelenti a problémákat és a telet. A felhő az olyan dolgokra utal, ami átláthatatlan. Itt anyagiakról van szó, hiszen a közelben megjelennek a halak, és utalnak a pénzügyi dolgokra. Az egerek el tudják távolítani a felhőt. Az egerek el tudják távolítani a hegyet. Az egerek a múltban valamit eltávolítottak a pénzből. Ezek voltak kiadások, vagy volt veszteség. De ez a múlt, ez most így lezárul. És a halak, tehát a pénz ott marad hűségesen melletted, jelenti a kutya ezt a hűséget. Persze a kutya jelenti a baráti kört is, ott a nap láthatóvá teszi ezeket a kapcsolatokat, ezek lehetnek találkozások, vagy új ismerősök, mindez útban van hozzád. A könyv jelentheti az ő zárkózottságát, de ez elmúlik, hiszen a gólyák megváltoztatják a helyzetet, és a kulcs jelenti akkor a nyitottságát. A
Amit a könyv még jelenthet, egy továbbképzés. És most megvan a lehetőség arra, hiszen lesz egy ajánlat, hogy tanulj valamit. Utolsó hét május hónapban alul látható. Bal oldalon az első kép jelenti azt, ami fáj. Ez utalhat az emlékekre, hogy valaki megbántott téged. De ezek a fájdalmak elmúlnak, hiszen az egerek ezt eltávolítják. És a gyűrű jelenti a kapcsolatokat, azt is jelentheti, hogy valaki visszatér hozzád a múltból. Lehet, hogy pontosan az a személy, aki téged megbántott. De virágcsokorral jön, tehát lesz egy ajándék, egy meghívás, vagy egy kellemes meglepetés. És a hajó jelenti hozzá a reményt, vagy lehet külföldi kapcsolat is. Itt a külföldi kapcsolatoknál a ravasz róka a mélybe tekint. Itt valamit még át kellene vizsgálni. Lehet, hogy az utazásoknál még vannak akadályok. És a koporsó az vagy szünetel, hogy most nincs utazás, vagy azt is jelentheti, hogy valamit lezár, régi témák lesznek zárva. De mégis azért óvatosnak kell lenni a külföldi kapcsolatoknál, vagy utazásoknál, mert a torony is megjelenik, és a torony jelenti még az akadályokat. Itt arról van szó, legalábbis így gondolom, hogy ez nem a megfelelő időpont most utazásokat tervezni. Az is lehet, hogy valaki meg akar látogatni téged, és vannak még akadályok. Amit a torony és a fa még jelenthet, egészségügyi témák, de javul a helyzet, ott van az életerő. A fa jelentheti a biztonság érzetét is, ahol le tudsz gyökerezni. De azért még vannak akadályok, még ez nem sikerül, légy kicsit türelmes, amíg megtalálod a helyedet az életben. Vagy a munkahelyen, vagy a családban, vagy ami a lakhelyet illeti, vagy a párkapcsolatban. De nem hiszem, hogy itt párkapcsolatról lenne szó, hiszen az első kártyák mutatják, hogy szerencse lesz a szerelmi élet területén. És ez volt a havi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék, ha lájkolnád, ha jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy látogass meg a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a maja naptárról. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!